24 óra megdöglik. Már az a öltözés megdöglik. És gondolja meg, most akkor, ahogyha a Agér megdöglik 24 óra attól a trágyától, akkor kíváncsi leg attól a trágya, hogy mennyire dögülem. Tehát a trágyával ivóvízzel terjed, hát persze, és a szállítóeszközökkel. Nem csak abban a légtérben terjed, amit mondtam, ölik, hogyha, és gondolja meg a galamboknak a 95-97%-a már rosszul van kezelve. Azt is elmondom, miért van rosszul kezelve? Már rosszul van kezelve sok esetben a galambász tutka nélkül. Erre egy igen egyszerű válasz mondok magának. Azt is elmondom, miért van rosszul kezelve? Azért van rosszul kezelve, ez, mert a galamb gyógyszereket, amit ma óriási pénzért megveszünk, például akkor ez benne, mit tudom, valami szalmonella elleni készítmény, ekkora, kerül 20 euróba, átszámítva a üzletbe. És ráírják, hogy ennek a tartalmat itt tudom, micsoda, a tetraciklin és doxiciklin, stb. Igen, csak ennek a tesztet nem árulhatná Rudi, nem árulhatnája róla, se a nagypálaci, senki, hogyha ebben ennek olyan hatóanyaga lenne, mint ami ír valamit, azért nem árulhatná, mert annak csak orvosi előírású lehetne. Egyszerű példa, bemész az üzletbe, veszünk magadnak egy fájdalomcsípő, a flektor példának mondom, patikából, annak mindenféle engedély nélkül, de a hatása annyi, mint ennek a gyógynövényt enni. Tehát gyakorlatilag a kellő hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek csak orvosi vége. Logikus, és azért csinálják a gyártók olyan a dózis alatt, hogy ne kelljön a viszont eladóknak, ne kelljön lenni állatorvosoknak. Mert akkor rögtön tönkre menne a gyártó, mert egyszerűen nem tudná eladni, pár állatorvos van, aki ebben foglalkozik, nem tud eladni. Ezért ők ráírják, hogy ez erre van, csak leírják, hogy minden nem írják oda a hatóanyagot. És eladják neked 20 euróig azt, aminek az előállítása 1 euró. Mert ott keres mindenki 150%-ot, a gyártó, akkor a kereskedő, a másik kereskedő, a fuvaros, a doboz, mindenki. Na most én azt csináltottam, bár lehet lenni olyan gyógyszer, és van hatóanyaga, csak az orvosi előírások, még azt nem fogja a gyártó gyártonni, mert ő neki az nem biznisz. Őnek az a biznisz, hogy szórja a gyógyszereket, még stb. Áruhassa bárki szabadforgalomba, és fogjon minél több. Na most őnek ez a biznisz. Meg jönne nekem mindenféle kereskedők, hogy ilyen bioanyag, meg olyan bioanyag, uraim, figyeljen, bioanyagnak bio a hatása is. Vámo, ez profi versenyzésűen szól, itt nem lehet kísérletezni, itt nem lehet már ilyen mindenféle hülyeséget gyógyítani. Ide kemény antibiotikum. Most önnek kérdésem az, hogy... Pari, csak mondja már, én kivizsgáltottam a... Van a Dr. Sluisnak bizonyos gyógyszerei, de azokat nem is lehet venni hivatalosan, csak így feketén, már ő nem hamisítsa, ő nem lehet, de nem is lehet venni hivatalos forgalomba, csak úgy kézalú. Azok jók. Én azt csináltam, hogy a Sluisféle gyógyszereket elvittem laboratóriumba, kivizsgáltottam, mert Sluis nem is írja rá, mi van csinálva. Én kivizsgáltottam össze a orni speciáltól kezdve, a szalma ellen, mindent kisadtam, mi van. Nekem minden megvan a receptem, kiadták laboratóriumba, ez a gyógyszerek, ezt tartalmazzák. És én, ahol ez doktor barátommal csináltunk többféle ugyanabb a gyógyszerekből, többféle erősségű fokozatokat, magam be tudom keverni, fél kilóra meg van csinálva, ennyibe ezt tegyek vele, ennyibe azt, lényegem mindenkinek a hatóanyagát, és magam keverem a gyógyszereimet, megeszem a tetraciklin, tilán, doxiciklint, ezt, azt, amaszt, kilós kerelésekbe megszerzem, és abból én tudok olyan gyógyszereket saját magamnak bekeverni, hogy olyan hatása van, amilyennek kell lenni. Mondok egy példát, vesző egy bármilyen szalmonella elleni gyógyszert a galamb Hungáriánál, és háromszoros adagot vesz egy kanárit, és adsz neki bele háromszoros adagot, annál kanára nem szabadna írni egy órán belül. És a kanári egy hetire is olyan boldog, fog röpködni, olyan nyug, én kipróbáltam, hallod, sem belé se ki, mert jobban is érzi magát, mert olyan, akkor milyen Károly, hatása van neki? Károly, ezért ön ellen pert fognak indítani. De ez így van, ki lehet próbálni, én ezt kipróbáltam. Ezt kipróbáltam, ez hitelrontás. De én nem a, nem mindig milyen én nem a, én nem a, én nem a, én nem a,
eladók ellen beszélek, akik eladják, vagy nem tehet róla eladó, csak például mondom, bármilyen kereskedő mondatoként, eladó nem tehet róla, hanem ezt a gyártót nem is tagadják, mert egyszerűen nem adhatná el antibiotikumot. Tehát nem a forgalmazó. Eladja a gyógyszert, aminek az a neve, hogy mit tudom, micsoda, és ennek ez a hatása. Nos, ő nem csak a senkében, nem autorvos, ő ezt nem receptre adja, eladja az a beesztett, milyen patikus, bácsak téged, ezt egy flektort. A legolcsóbb, amit adhat neked engedély nélkül. Hát egy flektort adott neked el, csak hatása mennyi, az a klasszik kérdés. Az annyi, mint hallottam. Hát csak a hatása a kérdés, a patikusa. Patikus a rossz? Hát patikus, én nem mondtam, hát ez nagy különnek is ilyen forgalmazó, hogy eladják, de az, hogy az emberek nem tudják, a mit vesznek. De a forgalmazó nem tehet erről, a forgalmazó nem mondja, hogy ezt vedd meg, ő kérte ilyen hatásod szert erre a betegségre, odaadta neked. Csak éppen az a dolog, hogy abból a szerből 10-szer annyit kell lenne annod a hatásod, mint amennyi rá van írva. Ennyi. De most igaz-e, visszatérnék én a szállító járművekre és a ketrecek fertőtlenítésre. Igaz-e az, hogy a leghatásosabban a szállító járműveket, a szállító kosarakat virkonnal lehet a legjobban fertőtleníteni? Hát igen, a virkonás az arra van kitalálva, hogy mi nem akarok hozni, 18 vagy 20 féle baktériumos vírust ölt meg. És az arra van kitalálva, vírust is. Minden félét bekölve, az arra van kitalálva, rá van írva a legyesebben, arra van kitalálva, hogy az állatorvosi rendelőköt, meg ilyeneket abban fertőtlenek. Hát nem lehet lángú, meg nem lángszorókat, csak őskorban fertőtlenek, nem modern világ, valamikor a 11. században jól voltam, most már azért nevetséges, nem? És akkor erre van kifejlesztve, hogy ezekre a rendelőköt evámossák ki, stb. Ezt a doktor Holec varáltam ajánlta nekem, de ez nem újdonság. Amit elébb én elmondtam, hogy vannak ura van ez a betegségről, ezt nem én találtam ki, ezt a nyugaton összes mindenki tudja. Hát nem véletlenül kezelik a nagy külön galambászok, állomány és speciális állatorvosok. Hát ő is megvehetné a mindenféle antibiotikumot, csak ő nem rizikózik, hogy altorvos, és altorvosok összeállítsanak a dolgot. De ilyen vitaminokról azok jók, vitaminokról nem beszélek, csak az antibiotikumokról most beszéltem elég, antibiotikum hatásáról. És ezért vannak azok a dolgok, ami nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy azt mondja a szerencsétlen Rudi, hogy ő kezelte a galambait, de vette XY-tól a gyógyszert, csak a galamb éppen megdöglött, és elkapta a mit tudom, milyen betegséget. Hát pontosan ezért. Mert te kezelted, te azt nem tudhatod, hogy adtál neki, de annyi, mint nem is adtál volna. Érted? Tehát és a másik dolog, sokszor a félrekezelés. Kell tudni, hogy milyen betegséggel áll szemben. Én nekem már 5 évvel ezelőtt volt olyan gépen, már akkor hoztam Kínából olyan gépet, hogy szereztem, hogy parában szállászok a számítógépre, és 8-10 féle betegség azonnal kimutatott nekem, ugyanazt a mikroszkóp alatt látsz betegségeket, nekem 8-10 félét egy másodpercet kimutatta, hogy valamban fertőzöttek, vagy nem fertőzöttek, milyen százalékban. Én már 5 évvel ezelőtt így kezeltem a galambaimat, nem most. Minden héten kétszer vettem valamot, hogy ráját, beálltam a gépbe, és mutattam nekem, a legközelebb jön, beálltam a gépbe, és meglásom, hogy 2 perc alatt megmondom, milyen galamnak mi a baja. Százalékra. Ezeket is szeretnénk majd legközelebb bemutatni. Na azért mondom, hogy én már ilyenek, de minden komoly ígyfőszerre nem úgy körülbelül kezeltem, én már mindig kezeltem. Visszatérni alapkérdése, erre a mikoplazmózásra, még ornitózisra. Azért fontos, hogy elég mondtam magának, hogy a galambokat időben, a megfelelő időben kezelni a megfelelő gyógyszerekkel, mert ha nincs kezelve a galamb megfelelő időben, akkor tojásban, még ezekben ezt a betegséget már át is vitte a kisgalambra, és a kisgalamb hordozó lett. És a hordozó az nem egyenlő a betegsége. Csak a hordozó fertőzi a többit. Igen? És ott sokszor mondják, hogy a állomány nem jönnek a galambok ki isnek 10 vagy 15 percet, vagy pedig vagy nagyon fáradtak verseny után,
és vagy nem tudnak konformába jönni. Ez pontosan mind attól van, hát ezek a mikoplazmózák, ordizózis, vagy ilyen betegségek, galambokat megtámadják. Ezek a alapja. De most a mikoplazmózás, a kezelését, még a ordizózisnak, azt soha nem lehet külön választani. Tehát azt egybe kell kezelni. Azt mindig egybe kell kezelni, mert egyik van, akkor tehát általában... Tehát komplex. Igen, mert egyik, ha van, akkor nagy a esély, hogy a másik is ott van. És ezeket nagyon nehéz megállapítani, még a szakembereknek is nehéz, mert olyan kicsi mikro, sem bacillus, sem vírus, semmi, hogy ez nagyon nehéz kiállapítani, ezért már maguk a szakemberek is együtt kezelik ezt a dolgot, hogy ne kelljen kísérletezni, hogy melyik dolgot. Vannak többféle stádiumban a betegségeknek, mindig a stádium szerint kell őket kezelni. Többféle gyógyszer van rá, többféle lehetőség. Én nálam nagyon beszokott válni a Suonovil és a Linkospectin együtt való adásom, kombináltam őket. Ez mind a kettő, főként a Linkospectin az hat a jobban a ornitózisra, a Suonovil még az mind a kettőre, de ez egyben egy nagyon jó. De van nagyon sok lehetőség, hogy nem most ez vakcinában vagy porban? Vakcinában szoktam még adni, de szoktam még adni diftolint injekciót, vagy doxireál injekciót, de azon kívül, hogy le van nekem írva többféle kombináció, amit még a Holecca szoktunk... Kicsoda a Holecca? A Holecca az a orvos barátom, akit mondtam. Nemzetközi állatorvosi kapcsolatban. Hogyha például, hogy van több receptje nekem, mondok így, mikoplazmálásról, már igen, jó, hogyha még lássuk csak egy-két galambot, vagy pedig tenyészgalambot, vagy én szoktam a tenyészgalambot, hogyha láttam, hogy gyanús eset, és én tényleg jól láthatom kezelni, akkor szoktam nekik venni, nagyon szívesen használok én embertablettát, embereknek való tablettát. Ez amit humán, a humán területen. Igen, csak humán területen, állami, az ugyanaz a gyógyszerek, mint az állatenyésztésben használ, csak még finomabban ki vannak. És ott tényleg jobb hatásuk van. Nagyon szívesen szokom, ami 100%-os gyógyulásokhoz, háromban belül 100%, még a féldöglött galamb is három belül csattog, hajtja ez a baja. A Sumavet-nek hívják, a gyereknek használják Sumavet 125 mg-os tabletta, kisgyereknek használják az antibiotikum. Abbusz az mikoplazmozásról tökéletes hatóanyag, de különféle légutakra is, különféle más légúti megbetegedésre. De általában a légi megbetegedések mindettől kifolyólag vannak a ornitózis és a mikoplazmozások miatt. Ebből szoktam még adni egy negyed tablettát. Lehet venni a patikában ilyen tablettatörőgépet, ami el lehet rendszerűen a tablettákat ilyen negyedekre. Abból szoktam betenni a kis tablettát, elmentettem és egy kicsit. Szóval egy negyedet adok. Egy per galamb? Igen. És hány napon keresztül? Az úgy szóval három napon keresztül, vagy pedig doxi megáll injekció tablettát, azt is 100 mg-ossal, és abból is egy negyed szoktam adni galambnak három napon keresztül. Ez a legyik legjobb gyógyszerek, ami léteznek, amit rögtön adni galambnak szájába. De ezek humán gyógyszerek. Humán gyógyszerek, gyerek, kisgyerek. Igen. Itt van 120 mg-osak, gyereknek való. Ez annyi, mint hogy annál, ez többet ír, mint a világ legjobb galamb gyógyszerei. Ugyanez van a galamb gyógyszerekben is, csak ott már gyöngébb hatalanyag. Igen. Akkor van itt olyan tabletta, hogy amit szintén szoktam adni nekem, dakoszinejet szoktam adni a 4-be, 1-be, azt szoktam még adni itt-ott elrevetesség, amit adtam nekik egyenesen. Akkor még van egy ilyen, ugyan elrevetesség, de egy igen jó ilyen komplex keverék gyógyszerünk, ami a 1 ml enrogál, 1 liter vízre mondom. Egy liter vízre költeni, 1 ml enrogál, ez ilyen folyadék, az enromicin tartalmú folyadék, igen. És tettünk hozzá, hogy 2 g 1 liter vízre
doxiciklin, de doxiciklin port. Ez oldódik tökéletesen a gépben, és ehhez, nem csapódik ki. Nem, és ehhez pedig szoktunk tenni egy kevés almácetet, mivel almácet az segíti a belegbe a főszívódást. Ezt érti, és akkor ez így sokkal nagyobb a hatóanyaga. Igen, tehát azért kell gondolom én, mint laikus, az almácetet, hogy ebben a galapnak rövid a bél traktusa, tehát nem menjen el. A doxiciklinnek az a lényege, hogy az ecettel keverve gyorsabb a felszívódás. Úgy van 100%-os hatása. Érted. Semmi másképp. Azt nekem olyan állatosok mondták el, hogy aki nagyon jó, akkor mikoplazmonára szintén elválja még a légúrakra, jó, nagyon jó a doxicen retard injekció, abból 0,1 mg-ot szoktam adni galamboknak, hétfőn, szerdán, pénteken, és is 100%-os ható. Versenyidőszak alatt? Ez adhassa akkor is, mert ott, hogy nem tud, aki beteg galamb, az nem tudott adni, attól a beteg nem lesz. Ja, igen. De az logikus, most a versenyre, én a versenyidőszak alatt, én nem kívülöm a beteg galambot. Én akkor hagyom két hétig pihenni, hogy ki nem gyógyítom. Most én nem gondolja most, hogy most én beteg szóval versenyre, ami beteg, az beteg, az ember is beteg, az nem megy focizni. Most lehet, az Maradona is, ha beteg volt, akkor nem teszi focizbe be. A hiába csapat kikapik, de ki fog kapni, de nem rizikóznak, hogyha egy csapatban 6 játékos beteg, akkor 6 nem fog járni is fájáról, hanem hagyják a gyógyulat meg, mert minek tényleg tönkre valaki, de galamba is, hogyha beteg, akkor azt foglalkozni kövük, hogy gyógyítani, utána azért nem fog kellene galambot versenyre, hogy elmenjen, csak elküldjem, és nem is értem most, amire küldöm, akkor el, fiakér, mire küldöm el, hogy úgy se nyer most, akkor hát azért, hogy meglegyen a százalék. De igen, akkor lehet adni galamnak, még ezekre a betegségre szintén humán gyógyszer, biceptolt, abból a 120 mg-os bú, abból is egy nehezet kell adni, abból lehet adni egy és öt naponta, öt napig, akkor doxihegál gyógyszert lehet adni. Szóval van itt annyi, nekem annyi ilyen lehet, nekem van legalább 200 féle kombináció, amit leírva a füzetembe, csak erre betegségre. Ebben a füzetben le van annyi írva, hogy az más ember százalékban nem tudja meg. És itt annyi kombináció bele van írva a füzetben. Mindenféle betegségre legalább 30 féle kombináció, 40 féle, mindenféle gyógyszerekből. Miből van itt ki annyi, hogy van a hatóanyagja. Én igen, mindre fölök szerekezve ilyenekre. De azon kívül, majd is sok fejből, az én sem vagyok mindenre fejből, fölkészülve, mert elfejtem, akkor leírtam magamnak, hogy konkrétan, ami most nem beszélünk elő az emberi gyógyászatról, akkor beszélünk, ezek a legjobbak különben, ez az embertűnél jobb nincs, ettől abszolút legjobb. Ez van annyira jó, hogy mint egy Mercedes Trabant, ma veszünk a legmodernabb autót szereket, az egy Trabant, és most mondtam, van meg egy Mercedes Full Extra-s legújabb modell, amit most én elmondtam, gyógyítszatot. Itt kezdődik a százszerű gyógyítás, amit most elmondtam. A világ összes napja... Tehát ha illusztrálnánk, így tudjuk illusztrálni. Igen, a legmodernabb galambgyógyszert vesző, az egy Trabant, emmát most elmondtam. Igen, igen. Ez a különbség. Akkor, de most vegyünk akkor a Trabantokra, álljunk át, amit meg tudsz venni abba, ami erre jó, ami jó a kólira, mikoplazmozásról, még ezekre a szalmonella esetleg hat, meg ezekre a ampicillin nevetű gyógyászati szerek, azt lehet tenni folyadékba is, lehet tenni porba is, az is erre jó. Akkor doxiciklin is lehet tenni, ugye állatoknak valót is, az is jó a mikoplazmozástól, most főként ezekre beszélünk, meg egy csomóféle mások, bélgyulladástól kezdve a csöndön mindenre, akkor ugyanígy vannak különféle enrobicin szerek, amit enrogál, például előbb beszéltünk, akkor enfloxain, enrobifloxan, ez mind jók ezekre a salmonella, kóli, akkor a légvizsgálatések, ezekre mind jók, akkor exotromicin, akkor lumengin is jó, linkomicin is lehet venni csak állattenyésztésre, ami állatoknak van, akkor oxitetraciklin, az disztónásokra használják. Ezek mind olyan dolgok, amik jók áll a mikoplazmonásról, áll a klamádiákról is, mindenre hatnak, csak nyilván nem úgy, mint amit előbb beszéltem, nem olyan hatóan. Akkor streptomicin injekciót is lehet venni, portba is lehet venni,
akkor tilánt is lehet tenni, tilosint is lehet tenni, szóval ezek mind azok a gyógyszerek, akkor lehet tenni orni speciált, amik galambot nagy gyártanak, de ezek mind a gyöngék, mondom, ezeket én használtam, de ezek olyan gyöngék, mint hogyha semmi, mint nem is annál nekik. Ezek lehet venni egy csomó galambgyógyászonti dolgot is, de így mondom, hogy nagyon gyöngék, azokban nem lesz soha 100%-ban kiírtva ezek a betegségek. De most végig el akarok mondani, mielőtt a galambokot ebben a... Jól értem, bocsánat, hogy a szabályba vágunk. Tehát ha jól értem, akkor ezekkel csak egy úgynevezett tüneti kezelést alkalmaz. Hát igen, ezek gyöngék gyógyszerek. Nem gyógyító. Igen, és azt akarom hozzáfűzni még, hogy nyilván előbb mondtam magának, hogy van az a mikropozás ellen ez a vakcina. Ez csak akkor fog hatni, ha galambok először tökéletesen le vannak kezelve, ki vannak gyógyítva a betegségből ezekkel a valamilyen gyógyszerekkel, és amikor galambok ebből ki vannak gyógyítva, akkor lehet a galamboknak adni ezt a vakcinát. Egy teljesen egészséges szervezetnek, nem egy beteg hordozónak, akkor semmit nem ér vele, csak egy teljesének, de viszont akkor kiküköd gyógyítani már más betegség ellen is, trikomonasz, stb. Kellene gyógyítani, hogy ne legyen semmiféle hordozó a galamb. És akkor van esély, hogy ezeket a betegséget megelőzzük, de viszont mondom, akkor is, és akkor már lehet, hogy elég lenne megelőzés képen egy ilyen galamb patikába vásárolt gyógyszer, de minimum dupla mennyiségben, ami rá van írva. Akkor talán elég lenne megelőzésnek, ha már egyszer ezt kikezeltük, leoltottunk, és utána minden két hétben ezekkel ebben kezelni, de mondom, minimum a duplát adni, mint amire van írva, mert akkor van talán valamicske hatások. Másképp semmi, azt megmerem mondani, kimerem jelenteni, már kipróbáltam. Hát ez még gyakorló galambász. Gyakorló galambász, én nagyon sok világkomoly galambászról beszéltem, mindenkinek ugyanezzel véleményem van, és ők hívták erre fel a figyelmemet, még kezdetén, hogy hoppá, felejtsd el ezeket, ez csak mind reklám, ez mind pénz, ebből valaki meggazdagszik vastagon, meggazdagoszlak vastagon, és semmi haszon nincs bele. Hát köszönöm mindezt a galambász társadalom nevében, hogy elmondta és rávilágított. Én nagyon remélem, hogy ebből nagyon komolyan tudnak meríteni azok, akik akarnak. Persze, én nem akarom senkinek az üzleti drontani, nekem teljesen mindenki mit ad, mit árul, mit ad nekik, olyan mindegy, én nekem tiszta mindegy, nekem nem lesz ebből hasznom sem, meg én nem vagyok valami gyógyszergyártó, meg semmim se, hogy nekem nincs ebből hasznom, hogy én most valakinek hasznot csináljak ebből, de én azért mondtam el, hogy tudják meg, hogy mi van a szemben, és mi van az, hogy sokszor, hogy kezelik, és galambot döglenek, tisztesíve, utasávú, semmi másik, ezért most elmondtam. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szívesen.